Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Nagyon röviden, akár egy szóval is lezárhatnám itt ezt a vezérszónoki felszólalást, és azt mondanám, hogy támogatjuk. Támogatjuk ezt a törvényjavaslatot, nagyon fontosnak tartjuk. Ugyanakkor viszont egy pár gondolatot azért mégis engedjenek meg. Egyrészt, mert gondolatébresztő volt mind a kormánypárti hozzászólás, mind pedig államtitkár úrnak az expozéja. Amikor arról beszélünk, hogy az Európai Unión belül elsőként ratifikáltuk, illetve tettük meg a legszükségesebb lépéseket kormányzati országgyűlési szinten az üvegházhatású gázok kibocsátásának visszaszorítása érdekében, ez egy rendkívül üdvözlendő, és tényleg le a kalappal, mert saját bőrünkön érezzük. Tehát már nem csak elméletben beszélünk globális felmelegedésről, hanem ha csak a tavalyi nyarat nézzük, olyan asszályos időszakot kellett, hogy átéljen Magyarország, azon belül a gazdáknak a kiesései miatt pedig minden magyar ember. Tehát erre ez egy intőjel volt, sajnálatos, hogy nem ismerte fel az emberiség ezt jóval korábban. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ne kellene mindent megtennünk lehetőség szerint. Még egyszer mondom, üdvözlendő, hogy egyébként mindent igyekszünk megtenni. Ugyanakkor viszont azt se felejtsük el, hogy kis országként, és több európai uniós vagy európai ország, kis országot lehetne említeni, akik igyekeznek megtenni ennek érdekében mindent, és tegyenek is meg, félreértés ne essék. Viszont számos nemzetközi szervezet közgyűlésén, és itt most legyen szó az Unióról, az ENSZ-ről, vagy bármely, vagy ezek valamely szakosodott szervéről, ahol a kormány, vagy a kormányfő, vagy a kormány valamely tagja, vagy a kormány valamely megbízottja és delegáltja, időről időre részt vesz, és nem halljuk egyébként azt, hogy ezt a karbonsemlegességet ezt szorgalmaznák. Elképzelhető is, és én elfogadom, illetve elfogad igazán nem tudom, csak elhiszem önök részéről, hogy esetleg kényes téma lehet mondjuk akár Kínával szemben ilyen jellegű kritikát megfogalmazni, Oroszországgal szemben, az Egyesült Államokkal szemben, és hosszan lehetne sorolni, hogy kik azok a nagy kibocsátók, akiknek köszönhetően tartunk ott, tart a globális felmelegedés ott, ahol éppen tart. Még egyszer mondom, Magyarország tegyen meg mindent annak érdekében, hogy Magyarország 2050-re elérje a kitűzött célt. Lokálisan ez kötelességünk és egy fontos feladat, globálisan, viszont nem érjük el a kívánt hatást és kívánt célt, hogyha a nagy kibocsátók ezt nem teszik meg. Igenis csatlakozniuk kell minden olyan nagy kibocsátónak a klímaegyezményekhez, és ez csak az elmélet, mert nem csak csatlakozniuk kell, hanem a gyakorlatban is végre kell hajtaniuk azokat a változásokat, amik egyébként nem csak őrájuk, hanem az ő kibocsátásunknak köszönhetően a magyar emberekre is negatív hatással vannak. Elhangzott, hogy 2030-ig 50%-kal fog nőni a villamos energia felhasználás Magyarországon, az előrejelzések szerint, nagy valószínűség szerint, és ez bizonyára így is van. Itt szeretném megjegyezni, hogy a jelenlegi napelemek elszámolásával kapcsolatos változások a lakosság terhein nem igazán segítenek. Egyrészt jelentős önerőt kell beletenniük. Vannak állami voltak és vannak állami támogatások. Mindemellett jelentős önerőt kell, hogy beletegyenek ebbe több millió forintot, hogy a háztartásoknak az energiaellátását tudják biztosítani. Olyan rendszerben pályáztak, és olyan rendszerben készültek erre a korszerűsítésre, ami azóta ugye megváltozott. Nyilván volt benne egy kormányzati visszakozás is, hiszen egy drasztikus lépés lett volna. Viszont amennyiben ez az elszámolás marad, ami a jelenlegi kormányzati terv, akkor egy újabb beruházásra van szükség a lakosságnak, hiszen azt a tároló kapacitást is ki kell építeni. Én azt gondolom, hogy a városban élők, a jobbmódú környékeken élő emberek számára is egy komoly megterhelést jelent. Vidéken, kis településeken, higgyék el, hogy ez
kivitelezhetetlen. Szorgalmaznék egy olyan felmérést és egy olyan programot, hogy egyébként megnézve a vidéken azokat a településeket, ahol egyébként zömében régi, 80, akár 100 évvel ezelőtt épült ingatlanokban élnek az emberek, és fognak is élni, hiszen nincs lehetőségük arra, hogy egy korszerű ingatlanba költözzenek, arról nem is beszélve, hogy esetleg építsenek egy új és geotermikus energiával, vagy bármi más egyébként nagyon jó és fontos energiaforrással fűtsék majd az ingatlanjaikat, nem, ők ebben fognak élni. Tehát annak érdekében, hogy megtegyünk mindent a karmosemlegesség céljának az elérés érdekében, nagyon fontos, hogy a kormány és az országgyűlés megtegyen, de ez plusz terhet ne rójon a lakosságra. Dolgozza ki a kormány azokat a terveket is, hogy a lakosságnak is segítsünk, hogy ők is egyébként a lehető legkevesebb hőveszteséggel, legyen szó gázról, villanyról vagy bármiről, legkevesebb hőveszteséggel tudják fűteni a lakásaikat és élni egyébként a mindennapjaikat. És itt szeretném még zárójelben, de talán nem is kell zárójel megjegyezni, hogy teljesen érthetetlen egyébként, hogy a szélenergia az miért nem jelent prioritást a kormány számára, azok az intézkedések és azok a korlátozások, amik bizonyos kilométer távolsághoz kötik lakott területekhez, hát ha átmenjünk az osztrák határon, ott mondhatni szélenergia erdő létesült, kihasználva egyébként annak a területnek, annak a helynek az adottságait, kihasználva benne rejlő lehetőségeket. Én azt gondolom, hogy ezekre Magyarországon a magyar kormánynak is figyelnie kellene, sokkal jobban, mint teszi ezt. És ahogy kezdtem, úgy zárom is a felszólalásomat, a Jobbik Konzervatívok képviselőcsoportja támogatni fogja a törvényjavaslatot.